Hagyományos módon szalmával pörkölik a disznót a csernátoniak. Bogyiszlón 10 évvel ezelőtt rendezték meg először a testvértelepülések részvételével a disznóvágást. Nagyon sok olyan embert tudott ez a rendezvény maga köré hívni, gyűjteni, akik ezt tényleg szívügynek érezték, egymás hagyományait, hogy megismerjük, egymás szokásait, egymás ízvilágát, és hát miért ne, hát ugye a kulináris dolgoknak az elkészítése és azoknak a tálalása mindenképpen ez volt, és azt hiszem, hogy a célt el is érte ez az elképzelés, ez a gondolat. Mára már országos rendezvény lett a bogyiszlói böllérverseny. Elgondoltuk azt, hogy szervez, mi lenne, ha szerveznénk egy hagyományos disznóvágást, adnánk mindenkinek egy állatot tulajdonképpen, amit az ők szokásaik szerint feldolgoznának, és a helyi emberek pedig ezekből készült, helyi és ide látogatók megkóstolhatják. Hát így indult ez, és már az első egy nagyon sikeres rendezvény volt. Idén 7 csapat nevezett a böllér versenyre. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület a rendezvény szervezésében is kivette a részét, mint minden alkalommal, de természetesen ők is vágtak disznót. Érkezett továbbá Budapestről egy csapat, és persze a testvértelepülések képviselői sem hiányozhattak. 4 testvérünk van itt, 2 Erdélyből, Csicsicsó Csernáton, Szerbiából Ada Törökfalu, és Slitz a németországi testvértelepülésünk. A rendezvényre minden szórakozni vágyott vártak. A napon nem hiányozhatott a bogyiszlói cigányzenekar sem, akik a sátor közepén húzták a vendégeknek a talpalávalót. Este már zártabb keretek között a csapatok résztvevőinek közös vacsorával zárult a Böllér Fesztivál.